Két oldalt a két karom, forgatom, ha akarom. Két lábamon megállok, járok, járok, ugrálok. Mini Manók a könyvtárban címmel játékos mondókás foglalkozással várják a kisgyermekeket és szüleiket minden hónapban a Kistarcsai Városi Könyvtárban. A szervezők célja, hogy a könyvtárhoz közelebb hozzák a fél és három éves kor közötti korosztályt. A foglalkozások havonta kerülnek megrendezésre, és mindig egy tematika mentén kerülnek kialakításra. Az előző hónapban rajzos mondókákat hoztunk az anyukáknak, most mozgásos mondókákat, melyek leginkább a saját gyerekkorunkba jólnak vissza, illetve népi mondókák a legtöbb, amit használunk, de ez mind mozgással párosult, kicsit színesítjük az egyszerű beszédet mozgással, játékkal. Tehát a mai napon mozgásos mondókával kezdtük a programot, és utána van egy kötetlenebb rész, ahol nyilván az anyukák egymással velünk beszélgethetnek, illetve hát a könyvekkel is ismerkednek, ilyenkor ténylegesen testközelből a gyerekek, olvasgatnak, nézelődnek, és velünk is beszélgetnek, elmondhatják, hogy mi az, amit a jövőben tőlünk szeretnének hallani. Milyen pluszt ad még ez a gyerekeknek, egyben a szülőknek, hogy nem otthon végzik ezt a mondókás foglalkozást? Hát nyilván egy közösségépítő szerepe van, hiszen azok a gyerekek, akik egy könyvtárba játékosan kezdik a könyvvel való ismerkedést, nagyon nagy eséllyel olvasó felnőttekké válnak, és a könyvtárunk állandó vendégei lesznek. Őről Árpád azt lassan őrli. Őről Rozsót is, azt lassan őrli. Kukoricát, kukoricát, azt gyorsan őrli. Kukoricát, kukoricát, azt gyorsan őrli. A szervezők másik célja, hogy megtanítsák a szülőknek azokat a mondókákat, játékokat, melyek rendszeres gyakorlásával segíthetik gyermekeik idegrendszeri fejlődését. Alapvetően erre a korosztályra kiéleződően az a célunk, hogy a szülők is megértsék azt, hogy fontos az, hogy ők otthon személyesen mondókázzanak, olvassanak, és együtt olvassanak, együtt nézzenek könyveket, ami a gyereknek a fejlődését minden szempontból segíti. Eleve azzal, hogyha mozgásos mondókákat otthon is folytatnak a szülők, azzal a jövőben az olvasóvá válás segítik, hiszen az idegrendszeri fejlődéshez elengedhetetlen. Mennyi ideig lehet lekötni a piciket? Alapvetően kötött foglalkozást egy 15, maximum 20 perc, de az a 20 perc már nagyon a vége, és utána tényleg hagyni kell őket, hogy egy kicsit szabad tevékenységet folytathassanak. Milyen könyveket lehet ajánlani az ő számukra? Alapvetően a kevénytáblás könyvek azok, amik még mai napig ennek a korosztálynak a könyvei, illetve ugyanúgy lehet ajánlani mondókázós, lapozós könyveket, de ezt már szülővel együtt lehet leginkább csak a gyerekek kezébe adni. Gyí, paci, paripa, nem messze van kanizsa, odaérünk délre, liba pecsenyére. Na még egyszer fussunk azért az liba pecsenyére. Gyí, paci, paripa, nem messze van kanizsa, odaérünk délre, liba pecsenyére. A szülők szívesen hozzák a kisgyermekeket a foglalkozásokra, mivel ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek az ismerkedésre, tapasztalatcserére és az új élményekre. Rengeteg új ingert kap, és tud játszani a többi gyerkőccel is, és mi is tanulunk, hogy hogyan foglalkozzunk vele helyesen. Mi otthon is próbáltuk a mondókázást, de néha így el voltam veszve, mivel első kisfiam. És most nagyon jó példa volt erre az, hogy megmutatták, hogy pontosan hogyan kell ezt csinálni, mert nagyon nehéz még a manókat lekötni ilyenkor, mert ugye nagyon nagy a mozgásigényük, össze-vissza mászkálnak, és most ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ők figyelnek, csak például, hogyha gyerektársaságban vagyunk, akkor mennyire jó lehetőség ez erre, hogy ismerkedjenek, és sokkal jobban odafigyelnek, ők is azt vettem észre. Ő még most lesz 9 hónapos, egy picit talán korai, de mindenképpen időben elkezdhetjük. Nyilván a nagyobb gyerkőcök már a képekből is többet érzékelnek a könyvekben. Nagyon tetszik nekünk ez a foglalkozás, mert lehetőségünk van arra, hogy többet olvassunk és mondókázzunk, és ez szerintem a kezdeti útja annak, hogy könyvek elkezdjék érdekelni a piciket.
szerintem lépésről lépésre kell haladni, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség nekünk, örülünk neki, hogy itt lehetünk. A Kistarcsai Városi Könyvtár kínálata természetesen bővelkedik mondókás kötetekben és egyéb gyermekkönyvekben. A mondókás könyv mellé, ami itt van a kezembe, ajánlanám Móra Ferenc a Cinege cipőjét, ami egy aktuális vers, hiszen még azért az ősz tart, hál' Istennek ma napsütéssel van itt mellettünk, de ez a kis versike, ez pontosan leírja azt, hogy ősszel amúgy mi történik, illetve Leporello formájú maga a könyv, tehát pont ennek az apró korosztálynak való. A könyvtár számos könyve mellett kiemelnék egy mondókagyűjteményt is, amit nagyon szívesen ajánlok ennek a korosztálynak és szüleinek, forgassák sok szeretettel. Minden foglalkozás tematikája egy kicsit más és más. A decemberi alkalommal a minimanók és szüleik már a karácsonyra készülődnek majd. Kötetlen foglalkozás után én még vissza fogok ülni a szülők közé, megbeszélem a következő egy hónap múlva esedékes foglalkozásunk tematikáját, hiszen ez már a karácsonyhoz fog kapcsolódni, és egy kicsit el fogunk térni a könyvtári feladattól, mert ajándékot fogunk készíteni a manók segítségével a családnak. És mellette, hogyha a szülők könyvcsörözni szeretnének könyvet, és nem csak a manók részére, hiszen saját maguknak is kevés idejük van az anyukáknak magukra, de vannak rövid novellás könyveink, vagy akár egy receptes könyvet, akkor ebben az esetben ezt is megteheti egyben a szülő. Mikor lesz a következő foglalkozás, mi a helyszíne, és kik vehetnek részt ezen? December 9-én lesz a következő foglalkozásunk, ugyanúgy itt a Városi Könyvtárban, és 0-tól 3 éves korig várjuk a gyerekeket, szüleikkel, nagyszülőkkel, bárkivel, aki éppen elkíséri őket hozzánk.